A jelenlegi aktualitásokat illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy nem önsajnálatból mondom, de több munka van, mint tavasszal vagy ősszel volt. Azt szoktam mondani, hogy a politikába kezd a tevékenység, meg a politikusi naptár ugye mezőgazdaság irányába eltolódni. Tehát amikor így nyáron csak eddig a mezőgazdaságban voltak munkák, a politikusok meg szabadságon voltak többé-kevésbé, hát ez most már nem így van. Parlament teljes gőzzel működik, ez így fog a hónap végéig legalább kinézni, és nagyon-nagyon fontos törvényjavaslatokról folyik a vita, módosítási indítványokat is kell ezekre benyújtani, mert olyan javaslatokról van szó, amelyek nagyon nagy mértékben érintenek bennünket. Nem szeretnék nagyon részletesen belebonyolódni, mert elég sokat írt erről a sajtó, meg a rádió, meg a televízió is tudósította az oktatási törvényre benyújtott módosítási indítványokról. Ugye az elmúlt két évben egy olyan helyzet alakult ki, hogy sikerült kiharcolni a Nemzeti Tanácsokról szóló törvénynek a meghozatalát, amely elég komoly hatásköröket biztosított például az oktatás területén a Nemzeti Tanácsoknak. Viszont a később meghozott jogszabályok ezeknek a hatásköröknek egy részét nem emelte át. És ebből olyan események következhettek be, mint amire Zentán példa van, hogy az önkormányzat nem ismerte el a Nemzeti Tanácsnak a hatásköreit az igazgatóválasztásnak a folyamatában, iskolaszék tagjainak a tagjai kinevezésének a folyamatában. És hát pereskedésre kerül sor a Nemzeti Tanács és az önkormányzat között. Az önkormányzat az oktatási törvényre hivatkozott, mert a szerb érdekeknek az jobban megfelelt, a Nemzeti Tanács és ennek következtében a magyarság érdekeinek pedig kevésbé. Nagyon-nagyon nehéz volt az oktatási miniszterrel az elmúlt két évben elfogadtatni azt, hogy az nem megoldás egy Európába tartó ország esetében, hogy az egyik kezével ad valamit idézőjelben a nemzeti közösségeknek, a másik kezével később meghozott törvényekkel pedig azokat a hatásköröket elveszi, vagy relativizálja, vagy pedig olyan helyzetet teremt, hogy ezeket a hatásköröket, ezeket a jogokat nem lehet érvényesíteni.